Pannon Televízió híradóját látják, Bakos Viktor vagyok. Köszöntöm Önöket, érkezzenek most a nap kiemelt hírei először csak címszavakban. December 20-án kerül a vajdasági képviselőház elé a költségvetés jövő évi tervezete. Drágul a marhahús Szerbiában, akár 700 dinárt is elkérnek egy kilóért. December 16-án előrehozott önkormányzati választást tartanak Kula községben. Nem a megfelelő ütemben halad Szerbia csatlakozása az EU-hoz, ezt nyilatkozta Deli Andor a Pannon RTV-nek Strasbourgban. Tavaszra ismét rendkívüli parlamenti választást tarthatnak Szerbiában, írja a szerb sajtó. Belgrád információk szerint Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, a szerb haladó párt elnöke a hétvégén tárgyalt erről, és egyre inkább hajlik afelé, hogy meghozza ezt a döntést. A hírek szerint Vučić vasárnap az SHP vezetőségével egyeztetett, és azt mondta, készen áll arra, hogy a Lucsániban vasárnap megtartandó önkormányzati választások után döntést hozzon a rendkívüli parlamenti választások kiírásáról. Média értesülések szerint Vučić felszólította pártjának tagjait, hogy álljanak készen a tavaszi választásra. Bojan Klačar, a CESID végrehajtó igazgatója szerint reális esély van arra, hogy választások legyenek tavaszra, és mint fogalmazott, egyáltalán nem lenne meglepő, ha az alkotmánymódosításról szóló referendummal egy időben lennének. Ha jövőre valóban megtartják a parlamenti választást, az már a negyedik lesz 2012 óta. December 20-án kerül a vajdasági képviselőház elé a tartományi költségvetés jövő évi tervezete, amelyet a vajdasági kormány hétfőn már elfogadott. Ez szerint a tartomány 2019-ben csaknem 75 milliárd dinárból gazdálkodhat, vagyis mintegy 1,3 milliárd dinárral többel, mint a módosított 2018-as költségvetés szerint. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi kormány elnöke a Szabadkai Magyar Rádió napindító című reggeli műsorában egyebek mellett azt is elmondta, milyen nagy beruházásokkal számolnak a 2019-es vajdasági költségvetésben. A jövő évi tartományi költségvetés tervezete szerint lesz pénz arra, hogy felépüljön az Egyetemi Kultúrközpont Újvidéken. Az egészségügyet is fejlesztik. Tartományi forrásból vesznek például 10 speciális mentőautót a dialízisre járó betegek szállítására. A Szabadkai Népszínház is elkészülhet 2020 tavaszáig, olyan mértékben, hogy legalább egy részét birtokba vehessék a színészek és a nézők. A kisebb településeken is lesznek fejlesztések. Jövőre elindul 4 szennyvíztisztítónak az építése. Ezek olyan szennyvíztisztítók, amelyek olyan önkormányzatokban vannak, ahol mi érdekeltek vagyunk. Ez a Topolyai, a Kishegyesi, a Szent Tamás és a Temerini. Újra felvetődött az előrehozott parlamenti választás lehetősége. A Blitz úgy tudja, Alekszandar Vučić haladó párti elnök és az ország államfője a jövő héten ismerteti az ezzel kapcsolatos véleményét. Pásztor István nem csodálkozik azon, hogy újra előkerült ez a téma. Azt mondta, a balkáni térség már csak ilyen. Normális országokban, normális helyzetben a normális 4 évenkénti választás a normális. Nálunk pedig az a normális, hogy előrehozott választások vannak folyamatosan, úgyhogy ilyen szempontból se a fölvetés nem lep meg, se az ezzel kapcsolatos gondolkodás nem lep meg, se az nem lepne meg, hogyha ez így lenne, de az se lep meg, hogyha nem így fog lenni. A VMS elnöke a feszült szerb-koszovói viszonyról is szólt. Azt mondta, az utóbbi hetekben Pristina durva lépéseket tesz Szerbia ellen. Folyamatosan feszíti a húrt, például azzal, hogy vámokat vezet be, vagy saját hadsereget akar kialakítani. Közben pedig azt állítja, hogy békés megegyezésre törekszik. Pásztor szerint ez inkább a bizonytalanság jele, mint sem a határozottságé. Koszovó egyelőre nem vezet be újabb intézkedéseket Szerbia ellen, nyilatkozta Ramos Hradinaj a koszovói kormány mai ülése után. A szerbiai rádió és televízió közlése szerint a koszovói miniszterelnök hozzátette, csak abban az esetben vezetnek be újabb intézkedéseket, amennyiben Belgrád nyomás alá helyezi Pristinát. A szerbiai és bosznia-hercegovinai termékekre még novemberben vetett ki 100%-os vámot a pristinai vezetés. A szerb elnök és a kormány ezt elítélte, és azt követelte, hogy vonja azt vissza a koszovói kormány. Ugyanígy nyilatkozott a nemzetközi közösség is, Hradinaj ugyanakkor többször megismételte. A vámok addig maradnak, amíg Szerbia el nem ismeri déli tartománya függetlenségét.
A tanügyi dolgozók magasabb béreket, a fizetési osztályokról és csoportokról szóló tárgyalások folytatását követelik, a mára bejelentett tüntetést és a rövidített órákat a tanügyi dolgozók szakszervezeti uniója, a szerbiai oktatási szakszervezet, a függetlenség tanügyi dolgozók ágazati szakszervezete és a szerbiai oktatási dolgozók szakszervezete is jelezte. A sztrájkkal kapcsolatban Nyilas Mihály tartományi titkár elmondta, egy hosszabb folyamatról van szó, és a pedagógusok időről időre kifejezik elégedetlenségüket alacsony bérük miatt. A mostani részbeni munkaszünet okozója pedig a fizetési osztályokról szóló tárgyalások elhalasztása. Elhalasztották a fizetési osztályokra vonatkozó törvény hatályba lépését 2021-ig, és ez a törvény viszont bizonyos engedményeket, pozitívumokat tartalmazott, ami a béreket illeti, de hát ez egy szükségszerűség volt most. A kollektív szerződés, az egyéni kollektív szerződése az oktatásnak most kerül felülbírálásra, újra tárgyalásra, és én úgy hiszem, hogy ennek keretében megoldást lehet találni, mind ahogy eddig is sikerült mindig megoldást találni a bérezésre és egyébként a pedagógusok és az oktatási dolgozók jogaira vonatkozóan. Drágul a marhahús Szerbiában, ennek oka, hogy jövőre 40%-kal növekszik a Törökországba irányuló marhahús export. A boltokban jelenleg akár 700 dinárt is elkérnek 1 kg marhahúsért. Magyar Kanizsán is egyre kevesebb hentes üzletben kapható minőségi marhahús. Dobó Gizella szerint ami van, az is drága, így egyre kevesebbszer kerülhet az asztalra. Én szeretnék minden héten, mert csak úgy kifőve, tudja? Úgy kifőve, úgy jó, csak kifőve, jó leves, és akkor egy kis paradicsomszósz, és nem kell több már, de csak kifőve nagyon, és nagyon jó volna, ha lenne. Jelenleg a marhahúsára a hentes üzletekben 500 és 700 dinár között mozog. Komlósi István elmondása szerint ők csak azért teszik a marhahúst, mert külön tartanak jószágokat is. Mink eszünk, mert mink vágunk, mert van a nővérnek a jószág, és mink vágunk, de mink eszünk. Hát most majd évente 10-15 kilót családonként, de az édes kevés. Szerbia a 2019-es évben mintegy 40%-kal szeretné megnövelni a Törökország felé irányuló marhahús exportot, ami azt jelenti, hogy az eddigi 25 millió euró helyett 35 millió euró értékben szállítana marhahúst. A helyi hentesek szerint emiatt a marhahús ára jövő évtől feltehetően még magasabb lesz. Egyfajta árdrágulás képzelhető el, mert ugye a külföldi felvásárlási árak jóval magasabbak a szerbiai áraknál, úgyhogy nagyon résen kell lenni, és szerintem nehezen lehet majd tartani ezt a magas színvonalat a húsminőség tekintetében. Az export miatt 2019-től növekszik a támogatás is a szarvasmarhák után. Az eddigi 10 000 helyett 15 ezer dinár állami juttatás jár majd vágóállatonként. Ezért a tenyésztők örülnek a legjobban a kivitel megnövekedésének. Nem túl nagy a fogyasztás, és ez biztos, hogy a tenyésztőknek javára várna ez a kivitel, még már eddig is észrevehető volt a nyár folyamán, már elég jók voltak az árak, a nagyon szép hizó borjuki 240-et is talán megadtak, vagy még annál is többet, és ez ennek az exportnak köszönhető, mert különben a 2 eurónál többet nem igen kaptunk értük. Szerbia a kivitel növelésével szeretné fellendíteni az állattenyésztést az országban, ezért Törökország mellett marhahúst szállít még Kínába és a Közel-Keletre is. Véget értek az orgona átépítési munkálatai a Zentai Jézus szíve plébánia templomban. A hívek néhány hét múlva már hallhatják Vajdaság legnagyobb versenyorgonájának hangjait. A hangszer átépítését Gyergyó Szent Miklóson végezték. A Jézus szíve plébánia templomban a mesterek mindössze 10 nappal ezelőtt kezdték el beépíteni az orgona elemeket, amelyeket a jobb hangzásvilág érdekében építettek át. A munkálatokban 5 Gyergyó Szent Miklósi mester vett részt, az átépítést pedig Bartis Szabolcs orgonaépítőmester vezette. A 2012-ben felépített orgona basszus sípjai korában a templom mellékkarzatán foglaltak helyet, de az orgona mély hangjai onnan nem szóltak megfelelően.
A plébánia templom vezetősége az átépítéssel a székelyföldi Vox Humana orgonaépítő és orgonalkatrészeket gyártó Kft-t bízta meg. A mély hangokat, tehát a basszus sípokat, a pedálművet hozták ki a főműhöz, tehát az orgona főműjének a jobb, illetve bal oldalára, és azok a sípok most teljesen ki tudnak szólni, és teljes szépségükben tudják a mély hangokat visszaadni az orgonának. A plébánia templom felújítása és a versenyorgona átépítése is egy IPA pályázat keretében valósult meg. Az előfinanszírozást a zentai önkormányzat vállalta magára. Tulajdonképpen egy szerb-román IPA program keretein belül történt a Jézusze templom részbeli felújítása, az orgonánk bővítése és felújítása, és egyházzenei rendezvények megszervezése ez az IPA program keretein belül. Maga az orgona felújítása, azaz hozzáépítése körülbelül 4 millió dinárba került, amivel 85%-ot az IPA program keretein belül tudunk biztosítani, 15%-ot pedig az önkormányzat tett hozzá. A hívek nagy örömére a Jézus Szíve plébánia templom versenyorgonája örömvasárnap, vagyis advent harmadik vasárnapján és karácsonykor is megszólal majd. December 16-án előrehozott önkormányzati választást tartanak Kula községben. A Vajdasági Magyar Szövetség ezúttal közös listát állított a Szerb Haladó párttal. A választással kapcsolatban lakossági fórumot tartottak hétfőn este a Népkör Magyar Művelődési Központban, ahol bemutatták a listán szereplő négy jelöltet is. Kula község lakosságának mintegy 8-8,5%-a magyar. Az eddigi önkormányzati vezetésben a VMS soraiból került ki az alpolgármester, a községi végrehajtó tanács egy tagja és a községi képviselő testület két tagja. Küzdenünk kell azért, hogy mi is legalább ketten vagy hároman bekerülünk a képviselőházba, hogy azokat az eredményeket meg tudjuk folytatni, az melyeket kitűztünk magunknak, hogy ki tudjuk lobbizni itt a községben, és hogy ne tűnjön el ez a csöpnyi magyarság. Goga Zsolt mellett Lavrov Ulics Emma, Krisztián Zoltán és Valka Károly indul a választáson. Valka Károly, aki a VMS helyi elnöke is, elmondta, az elmúlt időszakban új gyárak nyíltak és számos más beruházást is megvalósítottak az SHP-vel közösen. A Petőfi Brigád általános iskola tornatermét felújították, és támogatják a magyar nyelven való oktatást. Engem az elmúlt két és fél évben, amikor részesei voltunk a végrehajtó hatalomnak is, és előtte is, amikor csak a képviselőházban voltunk partnerok, a viszonyok jók voltak, azokat a projektokat, azokat az elképzeléseket, amik fontosak a kulaközség magyarsága számára támogatták, és mivel előrehozott választásokról van szó, úgy értékeltük, hogy jobb, ha koalícióba megyünk, mint egyedül. Pásztor István elmondta, a VMS 11 éve minden választáson egyedül indult, és a jövőben is ezt tervezik. Ebben az esetben azonban felülvizsgálták ezt az elvet a kulai magyar közösség érdekében. A közösség egyebek mellett a legutóbbi MNT választás alkalmával is bizonyította elvszerűségét, elkötelezettségét. Kulán itt úgy mérték föl, hogy ebben a pillanatban ez szolgálja ennek a közösségnek az érdekeit. Az a szándék, hogy maximalizáljuk a választási eredményt. A lista fölállítása előtt gyakorlatilag itt tartalmak és egyéb más vonatkozásában megtörténtek az egyeztetések és megszületett a megállapodás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a közös föllépéssel erősíteni fogjuk a itteni aránylag kis közösségünknek a pozícióját, és abban reménykedünk, hogy az elkövetkező négy évben a kulai magyar érdekeket érvényre tudjuk juttatni. A vasárnapi kulai előrehozott önkormányzati választásra eddig 8 listát adtak át. A VMS és a Szerb Haladó párt közös listája az egyes számú és az Alekszandr Vucic, mert szeretjük Kulát nevet viseli. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Balázs Attila kapta idén a Szirmai díjat.
kedden és szerdán játsszák a labdarúgó bajnokok ligája utolsó csoportkörét. Hamarosan folytatjuk a híradót, de mielőtt ezt megtennénk, Lobodó Árpád mondja el, hogy mi várható 6 után a műsor folyamban. Szerbusz Árfi, mi lesz ma a közügyekben? Szerbusz Viktor, köszöntöm a nézőket. A mai műsorban foglalkozunk azzal, hogy milyen ütemben halad Szerbia EU csatlakozási folyamata. Bemutatunk sikeres vajdasági nagyvállalatokat, és utána járunk annak is, hogy ki hova utazik a télen, és a felszállott a páva vetélkedén szereplő Fokos zenekar tagjait a stúdióba várjuk. Tartsanak velünk a híradó után is. Köszönjük. 70 szerződést írtak ma alá önkormányzatok, civil szervezetek, tudományos intézetek, oktatási és egészségügyi intézmények a tartományi képviselőházban. Vissza nem térítendő támogatásról 98,7 millió dinár értékben. Az e-célra előirányzott összeget valamilyen Európai Uniós alapból támogatott projekt társfinanszírozására fordítják. Jedinice lokalne samouprave su najviše podržane sa 19 ugovora, čija je vrednost 54 miliona, oko 54 miliona dinara. Zatim imamo institucije iz oblasti nauke i obrazovanja, 24 ugovora u vrednosti 21 milion dinar. Potom imamo institucije iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, imamo jedan ugovor, vrednost 4 miliona dinara. Nevladine organizacije imaju 17 ugovora, 6,5 miliona dinara. Zatim regionalne agencije i poslovni inkubatori imaju 5 ugovora u vrednosti 6 miliona dinara. Javna preduzeća imaju 3 ugovora u vrednosti 5,4 miliona dinara i imamo jedno mikropreduzeće u vrednosti 1 852 000 dinara. Nem a megfelelő ütemben halad Szerbia csatlakozása az Európai Unióhoz, nyilatkozta Deli Andor a Pannon TV közügyek című műsorában. A Fidesz vajdasági származású európai parlamenti képviselője szerint a tavasszal esedékes európai választások pedig tovább lassítják a csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitását és lezárását. Deli Andor Belgrád és Pristina közötti kiélezett viszonyról is beszélt. Két új csatlakozási tárgyalási fejezetet nyitott meg Szerbia az Európai Unióval a 8. kormányközi konferencián. A brüsszeli tanácskozáson a 17-es gazdaság és monetáris politikára vonatkozó, valamint a 18-as statisztikával foglalkozó fejezetről folytattak párbeszédet. Szerbia eddig összesen 16 fejezetet nyitott meg a 35-ből, ezek közül kettőt ideglenesen lezártak. Ugyanakkor a Fidesz vajdasági származású európai parlamenti képviselője szerint Szerbia 2025-re kitűzött EU-s csatlakozása uniós léptékkel nézve túl közeli dátum. 14-ben indultak meg a csatlakozási tárgyalások, és hát 4 év alatt mondhatjuk, jutottunk el a 16 megnyitott fejezethez a 35-ből. Ha ez ilyen tempóban halad, akkor láthatjuk, hogy a fejezetek megnyitására is kell ez a pár elkövetkező év, és akkor még nem jutottunk el a fejezetek lezárásáig, ami valójában a lényege a csatlakozási tárgyalásoknak. Úgyhogy nem halad a dolog megfelelő tempóban, és sajnos az elkövetkező Európa parlamenti választási időszak és az a körülmény, hogy az európai bővítés nem egy közkedvelt téma számos nyugat-európai országban, nem segíti a tárgyalási menet felgyorsítását. Szerbia és Koszovó kapcsolata tovább romlott az elmúlt hetekben. Deli Andor szerint ez nem kedvez Szerbia Európai Unió csatlakozási folyamatának. Az EP képviselő hozzátette, az Európai Unió tétova módon kezeli Belgrád és Pristina között felmerülő vitás kérdéseket. Láttunk elítélő nyilatkozatokat Federica Mogherini biztosasszony részéről, ami például a koszovói 100%-os kereskedelmi vámemelést illeti, védővámot illeti. Ugyanakkor konkrét kikényszerítő erő az, ami hiányzik ezek a nyilatkozatok mögül. Az uniós intézményrendszerekben történő változások miatt egyfajta befelé fordulást tapasztalhatunk az EU részéről, mondta Deli. A képviselő hozzátette, ennek ellenére reméli, az uniós intézmények még időben tudnak reagálni a Belgrád és Pristina közötti viszonyra. A Deli Andorral készült teljes interjút a műsor folyam következő órájában láthatják.
Antal József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát rendeztek ma Budapesten. A Küldetés és Szolgálat című eseményen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett. Felszólalásában kiemelte, Antal József öröksége, hogy a kedvezőtlen erőviszonyok ellenére sem adta fel sosem a célját, hogy visszavezesse Magyarországot a kommunizmus előtti önmagához. Hozzátéve az egykori kormányfő rengeteget tett az országért, hiszen az adott körülmények között kész csoda volt, hogy egyben tudta tartani koalíciós kormányát. Elindította a gazdaság szerkezeti átalakítását, elkerülte a pénzügyi összeomlást. Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, az egykori miniszterelnöknek nem volt meg a kétharmada, pedig ha meg lett volna, megspórolhattunk volna 20 évet. Kétharmad hiány Antal József azt tette, amit tehetett. És amit tett, az nem volt kevés. Sőt, az adott körülmények között kész csoda, hogy képes volt erre, és eljuttatta Magyarországot odáig, ahová 2013 teléig jutott. Kész csoda, hogy egyben tudta tartani koalíciós kormányát. Emmanuel Macron francia államfő hétfő esti televíziós beszédében jogosnak nevezte a francia kormány szociális és adópolitikája ellen negyedik hete tüntető sárga mellényesek elégedetlenségét. A vele járó erőszakot ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte és jelezte, tisztában van azzal, hogy egyes szavai sértőek lehettek a múltban. A köztársasági elnök gazdasági és szociális rendkívüli állapotot hirdetett ki és elmondta, az a célja, hogy Franciaországban ezentúl mindenki méltó módon élhessen meg a munkájából. Emmanuel Macron konkrét intézkedéseket is bejelentett a tüntetők anyagi terheinek enyhítésére. A minimálbér január 1-től 100 euróval emelkedik, ami az infláción felül mintegy 10%-os emelést jelent. A 2000 eurónál alacsonyabb összegű nyugdíjak után ezentúl nem kell járulékot fizetni, a túlóra pénzek pedig adó- és járulékmentesek lesznek a jövő évtől. Emmanuel Macron arra kérte a munkáltatókat, hogy minden munkavállalónak fizessenek évvégi bónuszt, amely adó- és járulékmentes lesz. Átadták az idei Nobel békedíjat. Az elismerést Denis Mukwege, kongói sebész nőgyógyász és Nadia Murad, iraki kurd emberi jogi aktivista kapták. Mukwege élete nagy részében a kongói demokratikus köztársaságban zajló harcok során megerőszakolt nők segítségével és ápolásával foglalkozott. A saját maga által létrehozott kórházban. Nadia Murad pedig emberi jogi aktivista, az Iszlám Állam terrorszervezet által bántalmazott nők jogaiért küzd. A 25 éves nőt 2014-ben elrabolták terroristák, és maga is tanúja lehetett a nők ellen elkövetett erőszaknak. 2017-ben az Utolsó lány címmel megírta az általa átélt és látott szörnyűségeket. Az iskola igazgatóknak a pedagógiai felkészültség mellett rendelkezniük kell nem csak megfelelő vezetői készségekkel, hanem alapvető jogi és pénzügyi ismeretekkel is, mondta Mladen Sárcevic, oktatási miniszter ma a tartományi képviselőházban, ahol a vajdasági oktatási intézmények vezetőinek első csoportja tehette le a minősítő szakvizsgát. A székelykevei iskola igazgató Salamon Géza a külső értékelésen a legmagasabb osztályzatot kapta. Így jogosult arra, hogy az elsők között szakvizsgázzon. Hát először is én nagyon büszke vagyok arra, hogy ma itt lehetek, azért, mert ma azok az igazgatók vannak itt, akik a külső értékelés során a legmagasabb osztályzatokat kapták. Ami a múltat illeti, ez azt jelenti, hogy nekünk bizonyítani kellett, ami pedig a jövőt illeti, azt jelenti, hogy kemény munka vár ránk a jövőben is. Összesen 7 vajdasági intézmény igazgatója tett szakvizsgát a tartományi képviselőház épületében. 5 általános iskola, egy óvoda és egy gimnázium igazgatója vizsgázott. A vonatkozó törvényt még 2003-ban fogadták el, de csak most került sor a jogszabály gyakorlati alkalmazására. 3 részből áll a vizsga. Az első részben meg kell védeni azt az oktatói, kutatói, gyakorlati munkát, amelyet ők elvégeztek. Egy jelentést írtak meg erről. A második részében a vizsgának a képességeik felmérése fog megtörténni, beleértve a pedagógiai, de ugyanúgy a vezetői képességeket is. A harmadik része a vizsgának pedig a portfólióra vonatkozik, tehát annak az ismertetéseire kerül sor, hogy az elmúlt időszakban milyen eredményeket írtak el
a jelöltek, akár a pedagógia, akár a vezetés terén. Az oktatási miniszter is jelen volt a licencvizsgán, és elmondta, ez egy rendkívül fontos lépés afelé, hogy az oktatási intézmények vezetéséből kivonják a politikát, ugyanis a jövőben nem a politikai pártok által támogatott jelöltből, hanem a legjobb képességekkel rendelkező jelöltből lesz igazgató. Mi ćemo pozvati u drugoj fazi sve ljude koji žele da budu direktori, smatraju se sposobnima, da uđu u proces polaganja licencije iako trenutno nisu. Jer kao kad imate vozačku dozvolu, znači sedate u auto tek kad imate papire. Az új vonatkozó törvény értelmében az iskolaigazgatóknak is szakvizsgát kell tenniük. Az úgynevezett licencvizsgát hivatalba lépésüket követően 2 éven belül le kell tennie az igazgatóknak. Balázs Attila kapta idén a Szirmai díjat, az Irodalmi Díj Bíráló Bizottsága 2017-ben és 2018-ban megjelent magyar novellás kötetek közül a Szök és a Bolha Cirkuszból című kiadvány találta a legkiválóbbnak. Az egyik legrangosabb vajdasági irodalmi kitüntetést hétfőn este adták át a Temerini Művelődési Központ képtárában. A Szirmai díjat az író fiának jóváhagyásával 1975-ben alapította meg Verbász és Temerin. A kitüntetést éves váltakozásban magyar, majd szerb író kapja. Az elmúlt 43 évben mások mellett Herceg János, Vida Ognjenovics, Tolnai Otto, Boskó Petrovics és Brasnyó István kapta meg a kitüntetést. A zsűrinek sokszor tényleg az a gondja, hogy sok könyvből kell kiválasztani azt az egyet, ugye, amelyik kiérdemli a díjat. De reputációja van, és akkor most hozzátenném azt is, hogy immár nem csak a vajdasági magyar írók körében van ennek komoly, hogy mondjam, értéke ennek a díjnak, hanem a szerb írók is igen büszkén viselik ezt a díjat. Idén a Bíráló Bizottság az elmúlt 2 évben megjelent magyar novellás kötetek közül a Szök és a Bolha Cirkuszból című kiadvány találta a legjobbnak. A zsűri Balázs Attila mesenovelláinak eredetiségét méltatta. Mintha most találta volna meg az igazi formáját, műfaját, úgyhogy én nagyon megörültem, amikor láttam, hogy ez a beszédmód, amelyet régen ismerünk, most egy olyan formát találtam, amiben ilyen szinten tud érvényesülni. A kötetben a mesés tanya világban született kis Bolha világutazóvá válik. A Bolha világ megálmodójának is nagyra törő vágyai voltak. Balázs Attila író, a vajdasági RTV munkatársa. Azért nyilvánvaló számomra, bármilyen szerénytelen vagyok, hogy a Nobel-díj az nem fog már ebben az életben utolérni, lehet, hogy később, valamikor, valahol, ellenben a Szirmai díj itt van, teljes realitásában, Bolháimért kaptam, hát ennél jobb nincsen Bolhákért kapni Szirmai díjat, ez a legjobb. Az irodalmi díjátadón megnyitották Svetislav Sljukić verbászi festő kiállítását is a Temerini Művelődési Központ képtárában. Havazás és hószálingózás várható a hétvégén egész Vajdaságban. Pénteken még enyhe, napsütéses idő lesz, majd vasárnap Szerbia délebbi részein is megnövekszik a felhőzet, amely havazást hoz. A hőmérséklet -1 és -4 Celsius fok közé esik. Hétfőn már nem kell csapadékra számítani, helyenként azonban köd alakulhat ki, és tovább marad az alacsony hőmérséklet. Kedden és szerdán játsszák a labdarúgó bajnokok ligája utolsó csoportkörét, több csoportban már eldőlt, kik lesznek a továbbjutók, és kik azok, akik búcsúznak a rangos labdarúgó tornáról. Kedden 8 csapat mérje össze tudását, többek között a belgrádi Crvena Zvezda fogadja otthonában a párizsi Paris Saint-Germain labdarúgóit. A belgrádiak már nem juthatnak tovább a BL-ben, de ha sikerül megverniük a franciákat, a Liverpool pedig kikap otthon a Napolitól, akkor a Crvena Zvezda tovább folytathatja játékát az Európa Ligában. A mérkőzést ma este játsszák a Rajko Mitić stadionban, Belgrádban. Kikerült a Ferencváros labdarúgó csapatának keretéből Böde Dániel, írja a magyar sajtó. A 32 esztendős magyar válogatott csatár nem viselte jól, hogy a legutóbbi Mezőkövesd elleni bajnoki mérkőzésen a 61. percben lecserélte őt Szerhij Rebrov vezetőedző. Úgy tudni, az ukrán trénernek lefordították, mit mondott dühében Böde Dániel. A hírek szerint a vezetőedző egy hétre felmentette Bödét az edzések látogatása alól, de a csatár a januári felkészülést már a csapattal kezdi meg. A Ferencváros hivatalos honlapján még nem jelent meg semmi az esettel kapcsolatban. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban.
December 20-án kerül a vajdasági képviselőház elé a költségvetés jövő évi tervezete. Drágul a marhahús Szerbiában, akár 700 dinárt is elkérnek egy kilóért. December 16-án előrehozott önkormányzati választást tartanak Kula községben. Nem a megfelelő ütemben halad Szerbia csatlakozása az EU-hoz, ezt nyilatkozta Deli Andor a Pannon RTV-nek Strasbourgban. Köszönjük szépen a figyelmüket, tartsanak velünk a továbbiakban is. A pannonrtv.com-ra kattintva további friss információkat olvashatnak és riportjainkat is megtalálhatják. Hónap reggel a Pannon Rádió reggeliében beszélnek arról, hogy miért érdemes műfenyőt vásárolni, de téma lesz az a rosszul kivágott fa is, ami kettészelt egy családi házat. A Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában foglalkoznak azzal, hogy az enyhetél időjárás kedvez az influenza terjedésének. Itt a Pannon Televízióban most a közügyek kezdődik. A műsorból kiderül, hogy valóban tagjai lehetünk az EU-nak 2025-ben, és az is kiderül, hogy mennyiért nyaralhatunk télen, és mennyiért nyáron. Az például tudta, hogy ilyenkor is nyári hőségben pihenhetünk Egyiptomban. Tartsanak velünk, szép estét, a viszontlátásra!